Dicsőség Jézus Krisztusnak! Mindenek előtt megkérem Önöket, hogy imádkozzuk el együtt a Szentálnak Krisztust. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 25 éve szabadon című kiállítás megnyitóján, melynek témája a kárpátaljai görögkatolikus egyház helytállása és tanúságtétele. Engedjék meg a kedves vendégek, hogy külön köszöntsem Kocsis Fülöp metropolita atyánkat, Milán Sasi Munkácsi megyés püspökatyát, Szocska Ábel apostoli kormányzó atyát, Demkó Ferenc atyát, a Beregszászi Magyar Esperesi Kerület Esperes atyáját, Sesztárkoszkát, a megyei közgyűlés elnökét, Fab Bertalan Mária Púcs polgármesterét, Kis András, a megyei közgyűlés tagját, Sesztár István főhelynök atyát, teológiai tanár, Marosi István főiskolai lelkész atyát, illetve Kapin István kegyhelyi igazgató atyát. Elsőként megkérem Kocsis Fülöp metropolita atyát, hogy mondja el köszöntő szavait. Krisztus voskresse! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Ezzel a kettős köszöntéssel köt össze, ez a kettős köszöntés köt össze bennünket, akik itt nagy számmal jelen vagyunk ezen a különleges kiállításon. Amikor ez a kiállítás a Szent Atanász Hittudományi Főiskolánk nagytermében megnyílt, akkor azok a gondolatok támadtak, azok a szavak jöttek az ajkamra, hogy végre a helyén van ez a kiállítás, hiszen sokfelé volt már, Kárpátalján indult el ez a kiállítás sorozat, vándor kiállítássá lett azóta, aztán Budapesten a Magyarság házában is és megtekintették a fővárosiak, és aztán végre, hogy úgy mondjam, úgy éreztem, hogy hazaért, és a mi nyíregyházi központunkban, tudományos és szellemi központunkban, a Hittudományi Főiskola termében volt a kiállítás. De ez még megfejeli ez a mai nap, amikor a lelki központjába érkezett el az a kiállítás ide Mária Pócsra, talán itt kellett volna indulnia, de hát szép missziót töltött be az elmúlt időszakban ez a nagyszerű kiállítás. Nem megnyitó beszéddel készültem, hanem csupán a szívem örömét akarom kifejezni, hogy megrendezték ezt a kiállítást itt Mária Pócson, a Családvárban, ebben az új épületünkben, ebben az új kiállító termünkben. Nagy szeretettel köszöntöm mindenek előtt Milán Sasi püspökatyát, a polgármester urat, megyei közgyűlés elnökét, Ábel atyát, István atyát és mindenkit, aki itt jelen van, atyákat, tisztendő asszonyokat, vendégeket.
merítsünk erőt ebből a kiállításból, merítsünk erőt testvéreinknek a hitéből, kitartásából, helytállásából. Mária Pócsa azért szoktunk jönni, hogy erőt merítsünk, így most a szűzanya oltalma alatt ez a kiállítás talán még gyümölcsözőbb, még inkább kegyelem közvetítő legyen. Köszönöm még egyszer a rendezőknek, és ezt a kegyelmi gazdagodást kívánom mindnyájuknak. Köszönjük szépen a köszöntő gondolatokat. A következő felszólaló Milán Sasik, Munkácsi megyés püspök atya. Dicsőséges Krisztusnak. Krisztus voskres. Voistinu voskres. Drahý preosvященnější archiepiskop metropolita Filip, drahý apostolský administrátor, protosinkel, velmi šanovní představníky místevoj vlády i regionálnoj vlády. Főtisztelendő érsek atya, Ábel atya, hát főhelynök úr és hát a helyi hatalmi szerveknek a képviselői, kedves jelenlévük. Évszi, darabi bráti és szesztő Kriszti. Nasam perete hoću podjakovati za zaprošenja na vykrytia cej výstavby tu u Maria Pouči, jaká nás duchovno objednuje cej místce. És köszöntök természetesen minden jelenlévő. Elsősorban szeretnék köszönetet mondani azért a kiállításért, amely lelkileg összeköt bennünket. Dávno mu môže majže 300 roky tomu náš episkop Byzanci zaklal perší kamen byt sviatýňu tu i potím dobudoval ju, alebo bola dobudovaná byt kerimistvom vladyky Olšavského. Byzanci generálius püspök Mi 30 századdal ezelőtt lerakta a Mária Pócsi templomnak az alapkövét, amit ugye Horsávszki Emánuel püspök fejezett be. Ja rádi, čo zaraz tu odin harmi budinok nazývaj sa Horsávszki ház. És örülök annak, hogy ez az itt egy szép épület Horsávszki ház néven van elkeresztelve. I gratuluju k tomu budinku, jaký rik tomu, čo plitku, koli to jabu, víš, čoho nebolo. És gratulálok ahhoz az épülethez, amely, mikor itt voltam, az közelmúlt valamelyik nyáron, nyarán még itt nem volt semmi. I tišu sa, čo Grekokatolická cerkva v Uhorštini maje nahodu, i mala nahodu pobudovati taký harmi prímištenia. És örülök annak, hogy Magyarország Görög Katolikus Egyházának van lehetősége, hogy ilyen szép helyiségeket építsen. Cenie dobrý znak i možlivý z toho, čoby ďalšie duchovno rozlá. Ez egy jó jel, és annak a lehetősége, hogy lelkiekben tovább gyarapodjon. Ďakujú otcu Istvánu Maroši, jeho žinci, aki počali alebo sformovali tú výstavku i bola na bohatom místiahu, že? Köszönetet mondok Maros István atyának és feleségének és többi segítőjének, akik megszervezték, és hát talán ez a jó szó rá kitalálták, de hát nem kell kitalálni ezt a kiállítást, és több helyen már megfordul. Ja nemám náhodu buty na žodnom umísti, tak vyšlo sa poudiakovať, ešte majú tú vladyku pomíčníka, jaký bol sudy. I ja mohol príti zaraz, tišu sa. A többi kiállítás megnyitónkor nem lehettem jelen, és hálát adok az Úristennek, hogy van egy segédpüspököm, aki magam helyett elküldhettem, viszont annak nagyon örülök, hogy most itt lehetek. 25 rokov, jaký už je minulý, od toho momentu, kedy naša cerkva spontánno vyšla z Pitpilia ešte ranšie, než dostala oficiálno na zákon pro slobodu. 25 éve telt el annak, hogy egyházunk kijött az illegalitásból, bár hivatalosan még nem lett elismerve, de spontán jelent meg. Ponad 40 rokov štúčno bola zapcháta v Pitpilia, a hovoríme pro katakombný period života cerkvi. 40 éven keresztül mesterségesen el volt nyomva, és így beszélhetünk az egyház 40 éves katakomba életéről. I jak raz tomu časi toho žitia katakombnoho vyjavili sa rizni charaktery,
І дуже багато можемо казати Божої ласки в слабих людях. Ez alatt a katakomba évek alatt különböző papi jellemek formálódtak, és az Isten kegyelme nagyon sokféle módon jelentkezett ezekben a jellemekben. Тому що назовні видавалося, що перемогла комуністична ідеологія і перемогла одна державна церква православна Московського патріархату. Külsőleg úgy tűnt, hogy győzött a kommunista ideológia, és győzött az ortodox egyház, az államegyház. Moszkvai patriarchátus. A moszkvai patriarchátus egyháza. Тому що ніколи в історії Московський патріархат не був на території Мукачевської греко-католицької єпархії. Hiszen az orosz ortodox egyház soha nem volt jelen a Munkácsi egyház megyet területén. Аж в січні, януарі 1945 року Москва розробила унію з новоправославними з Закарпаття і взяла їх до свого володіння. А Миколаш у 1945 януаріában a Moszkvai Patriarchátus kidolgozta az úgynevezett új uniót és joghatósága alá vonta a Kárpátalja területét. І потім в 49-му році насильно взяв всіх греко-католиків під свою владу. És 1949-ben pedig erőszakkal joghatósága alá vonta az összes görög katolikus Kárpátalján. Коли мене просили про коментування зустрічі папи Франциска і патріарху Московського Кирила, amikor arra kértek, hogy kommentáljam a Szent Atyánk, illetve Kirill Moszkvai patriarchának a találkozását. Я сказав, окрім іншого, що дуже добре, що засудили уніатизм як неприйнятливу методу насильного підпорядкування одної церкви іншої. Azt mondtam, hogy örülök, hogy elítélték az erőszakos uniátizmust, amikor erőszakkal egyik egyházat a másik alá rendeli. Тому що наша Ужгородська унія була спонтанним виявом і ростом, і ніхто нікого на силу ніде не приводив. Hiszen a mi unvári uniónk egy spontán folyamat volt, amely senki nem erőszakkal vitt végbe. A насильна унія була лише один раз в нашій історії, коли Москва насильно об'єднала і православних, які були на Закарпатті після Першої світової війни, і греко-католиків під свою владу. És erőszakos унія volt az, amikor a Kárpátalján található ortodoxokat és a görög-katolikusokat erőszakkal az orosz-ortodox egyháttal, hogy behatósággal alá vonták. Але можна сказали бізме, що то не входить до цієї виставки, але воно входить, тому що якраз то насильне приєднання людських сердець і душ, скажімо, під владу державної церкви було страшенним і несло страждання людей понад 40 ліття. Mondhatnánk azt, hogy ennek nem sok köze van a mostani kiállításhoz, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek lett az eredménye, hogy az a folyamat, amely rengeteg szenvedést, könnyet és fájdalmat okozott a mi népünkben, hát ez volt ez a második unió. Я хочу подякувати всім нашим 128 священникам, які страждали на різний спосіб, засуджені чи убиті без суду в тому періоді. Elsősorban szeretném megköszönni annak a 128 papunknak, akiket elítéltek ártatlanul különböző okokra való hivatkozásra és szenvedtek hitükért. І тим понад 50 священникам, які не були засуджені, але страждали, тому що були позбавлені священнослуження, тому що не підписалися на православних. І шанок з 50 папнок, akiket ugyan nem ítéltek el, de miután megtiltották nekik a papi működést, kénytelenek voltak, hát így szenvedni. І тому дар свободи є дійсно великим даром. Ezért a szabadság az egy nagy ajándék. І тих 25 років, які минуло, воно вже підемо маленько далі, тому що Децембер 89 аж 90 рік, то був той вихід з підпілля, а вже зараз маємо 2016 рік. Цей період для нас є часом нових страждань, але великої благодаті.
Ezért az az időszak, amely 1989. decemberével kezdődött, hát ugye mai napig ez már egy kicsi több mint 25 év, ez is nagyon sok szenvedéssel volt tele, de ugyanakkor Isten nagyon sokféle módon jelenlévő kegyelmének a jele is volt. Pokolínia starše, jaké period komunizmu počustvovali na svojej škýri, môžu bírše doceniť dar slobody i moločím treba svičiť, iščo Boh je zavždy vírny. Az idősebb korosztály megtapasztalta a saját bőrén, hogy mit jelent az, hogy amikor az embernek nincsen szabadsága. És a fiatalok felé pedig tanúságot kell tenni arról, hogy az Isten mindig hű marad. Zavždy je nebezpeka ohľadáti sa porivňovať, iščo odtedy bolo to lehšie alebo deševšie i zabúvati, čo značí sloboda. Gyakran kísértékben esik az ember, amikor összehasonlítja a múlt korszakokat, múlt korokat, és azt mondja, hogy könnyebb volt az élet, meg olcsóbbak voltak a dolgok, és az ember ilyenkor veszi el az értékrendjét. Je zavždy nebezpeka, že ktož ciňuje u svoje žiťa pod ciňi kolbasy. Mindig fennállamunk a beszél, hogy valaki a kolbász árában mérje a szabadságának az értékét. Ja domáju, čo nemajmo plakati za deševoju kolbasuju, ale diviti sa na cínnosti žiťa, jaké nám daje sloboda. Úgy gondolom, hogy nincs szüksége, hogy a olcsó kolbászokán siránkozzunk, hanem értékeljük azt a szabadságot, és gazdagságot, amely ott szabad mi voltunkból következik. Ďakujem z toho místa i do pomoci našim bratom hrekokatolikám z Uhorštiny i inším, najvyššie hrekokatolikám, jaký bahato pomáhali i pomáhajú našomu Zakarpatiu. Nem csak a magyarországi görögkatolikusoknak, hanem mindazoknak, akik segítenek nekünk kárpátaljai magyaroknak és görögkatolikusoknak. Tomu, čo nažal vy znajete, možno to už neznaje, čo cerkva bola legalizovaná, ale nebola rehabilitovaná. Hiszen nagyon jól tudjuk, vagy kellene, hogy tudjuk, hogy az egyházokat ugyan legalizálták, de nem rehabilitálták. Ice znači, čo nebola rehabilitovaná, čo nepovernuli nám praktično žodné majno. Ez azt jelenti a valóságban, hogy az egyházi vagyonokat, a vagyon nem szolgáltatták vissza. Z 400 cerkovi, aké neboli zrujnovány, povernulo sa kilky 120. A 400 templomból, amely ugye nem romboltak le, abból 120 került vissza az egyházmegyébe. Parafiálni budinky utolzsali se te 40 vicotkiu. A parókiáknak mintegy 30%-a került vissza. Cerkva nemá žodných finansových resursív i rezervy dla istnúvania. Egyháznak nincsen anyagi bázisa és tartalékai a létezéshez. Država Ukrajina nevitrimuje oficiálno žodnú cerku, ki ne daje dopomohy žodné cerkvi. Hivatalosan az ukrán állam se nem segíti, se nem támogat egyetlen egyházat sem. Vse operálje sa na milostini požertvovania našich vírnikiv. Minden a híveinknek az adakozó szándékára épül. I dopomozi za kordonom. És határoktól is segítségre. I tomu musím skazati znovu ďakujú všetkým, akí nám pomáhajú. És ezért is egy köszönetet kell mondanom mindazoknak, akik nekünk segítséget nyújtanak. Česko skážu všokoli, dekoli rozmúľajú s episkopami v Nemečini či v Itálii, lebo oni nemôžu porozumieť, čo my nemajmo žiadne bankové konto, kde by si byli akýž milióny, z jakých možnosť čo zrobiť. Őszintén megmondva, Németország vagy Olaszország püspökökkel történő beszélgetéseim során nehezen tudják megérteni ezek a püspökök, hogy hogy lehet az, hogy nincsen olyan bankszámlánk, ahol sok-sok millió pihen, várakozik, hogy fejlesztésre felhasználják. Možno to nás prijímajú v takej pokory, tomu, čo nemajmo nič tým chváliť sa, nie na čo inšie upovať, je na Hospoda. Valószínűleg ezt tart meg bennünket abban, hogy abban az alázatban, hogy nincs nagyon mivel dicsekednünk, nincs rá mód és lehetőség. Ja most úgy kazáti Bohu ďakovat, iso pobudovali sme 210 nových cerkových kaplic, de slúžica.
El kell, hogy mondjam, mint egy 210 templomot és kápolnát építettünk fel, ahol szertartásokat végeznek. Що маємо 442 громади, яке, ну, різночисленне, деякі тисячі, деякі маленько, але яке живуть. 442 egyházközsége van a Munkács Egyházmegyének, amelyek közül egyesek nagyon nagy létszámúak, több ezresek, mások igen szerint létszámúak, de úgy, ahogy élnek. І постійно видіти людей, які знаходять в церкві добру матір, вертаються. És látni azokat az embereket, akik az egyházban megtalálják az édesanyjukat és megtérnek. Pogudjákovat is, hogy ilyen molódi ľudí, aki csújult holosz, hospodni, aki klicse do sviastenstva. Hálát adok az Istennek, hogy sok fiatal ember van, aki hallja az Úr hangját, amikor a papságra hívja őket. I tomu ja často hovorím, ďakujem o mučenickoj krovi našich svešteníkov, monachiv i prostých vierníkov za to, čo cerkva vidnovľuje sa. Ezért hálás vagyok a vértanúink véréért, a szerzeteseink, illetve híveinek a helytállásáért, akiknek helytállása eredményeképpen az egyházon megújul. Zdaleka nie je vše ideálno. Messze nem minden ideális. Ale porovnávno s tým, čo bolo, i s tým, čo je, musím ukázať, chaj imia Hospodne bude blahoslovené. Od nyní do veka. De ha összehasonlítjuk azt, ami volt és ami van, akkor azt tudom mondani, hogy áldott legyen a Jövő mostantól mindörökké. Tomu ešte raz ďakujem za tú výstavku. Ja duže rádi, že ona bude tu i kod bude vykrytia oficiálne celého domu, jaký nazývaje sa Čaladvar, že by tu dísto bol ten hrad, tvrdza, v jakej možno bude nachoditi ukryplenia molitvami našej čudotvornej ikony Božoj Matery Marie Polčanskoj. Ezért ismét köszönetet mondok a kiállításnak a lehetőségért, és hát örülök annak, hogy pont a hivatalos átadás során is ez a kiállítás itt lesz nyitva, és hát kívánom, hogy erősödjön ez a hely, hát Családvárnak hívják, akkor erősödjön ez a hely, mint a vár a legszentebb Isten szülőjük közbenjárására. Gratulujem szindomásnyim, do takového harmonu budinku. I nadejme sa, že všetci tí, akí sme prišli z Mukáčevskoj party, rádi budeme tu i ďalšie pripadniť na polovníctvo. Gratulálok a helyieknek az épületet, és remélem, hogy akik ide fognak jönni, a Munkácsi Egyházmegyéből meg itt is vannak, majd a rádokatra fogják fogadni térezni. Szerintem, hogy dobro, és a počúvajom, szám tudják doma, lebo prichodím do našoj mami. Az jó, ha az ember magát itt otthon, akkor itt otthon érzi, hiszen édesanyánkhoz jövünk haza. Dicsőség Jézus Krisztus. Nagyon szépen köszönjük ezeket a megindító gondolatokat és Dempó Ferenc atyának a tolmácsolást. A következő köszöntőt Szocska Ábel apostoli kormányzó atya mondja el. Főtisztelendő érsek atya, püspök atya, paptestvérek, képviselő úr, polgármester úr, kedves testvérek! Különösképpen is megható és fontos számomra ez a mai ünnepség, hiszen én is Kárpátaljáról származom, és ma jó volt köszönteni a jelenlévők között az én kis szülőfalomból is jelenlévőket. Bár lehet, hogy nem látszik rajtam, de én még a fiatalabb generációhoz tartozom. És amikor én gyerek voltam Kárpátalján, akkor különösebben már nem lehetett annyira érezni az üldözésnek a szelét. De van egy nagyon kedves emlékem, hiszen Kárpátalján még most is nagyon sok helyen ebben az időszakban ünneplik a húsvétot, és még most fényes hét van, és köszöntik egymást a feltámadás örömhírével. És eszembe jut, ahogyan gyerekkorunkban készültünk a húsvétra. Nagyszüleimnél nevelkedtem, és ahogyan már elő volt készítve a pászkás kosár, ott, ami szokás szerint jó nagy, nem ilyen bevásárlókosár, mi. És a család várt a harangszóra,
hogy elinduljunk a Pászkát megszenteltetni, akkor nagyapa bejött, és nagymama megkérdezte, hogy kint vannak a rendőrök? Ő levette a sapkát a fejéről, ráakasztotta a fogasra, és csak bólintott a fejével. Akkor én gyerekként még nem értettem, nem tudtam, hogy mi ez. Fontos-e, vagy nem fontos? Hallottuk, hogy megszólal a harang, és mint ahogyan mindenki az én kis szülőfalumban megindult a templom felé. Olyan jó volt látni, hogy az utca, ami a templom felé vezetett, az tele volt emberekkel. Minden család vitte magával a pászkás kosarat, tele ételekkel. És így mentünk a templomba. Aztán, ahogy telt múlt az idő, megértettem, hogy micsoda tanúságtétel volt ez az akkori emberek részéről. A rendőrök jártak az utcán, és írogatták, hogy kik azok, akik templomba mennek. A rendőrök jártak az utcán, és figyelték, ijeszgették az embereket. És most gondolok csak bele, hogy milyen kicsi emberek voltak ezek, akik előtte egy-egy emberrel találkoztak az utcán, és megszólították, és aztán milyen kicsivé váltak, amikor a nagy tömeg megindult a templom felé, és szinte eltűntek ezek az emberek. Ezek az emberek már a békésebb időkben is nagy tanúságot tettek az ő hitükről. Én aztán elkerültem Kárpátaljáról, és nem tudom, hogy a mai emberek hogyan tesznek tanúságot az ő hitükről. De örülök, hogy ez a kiállítás elkerült ide Mária Pócsra. Mert érzem, hogy napjainkban ugyanolyan nagy szükség van a férfias keresztény kiállásra és tanúságtételre, mint annak idején. Lehet, hogy ma szabadon mehetünk templomba, szabadon szentelhetünk Pászkát, de vajon emellett tudunk-e olyan tanúságot tenni, mint amilyen tanúságot tettek hozzátartozóink? Ez a kiállítás engem erre a tanúságtételre biztat, és ebben erősít meg, és örülök, hogy itt van Mária Pócson. És bízom benne, hogy nem csak Nyíregyházi Egyházmegyénk híveinek és papjainak, hanem minden Mária Pócsi betérőnek tanúságtételül és megerősítésképpen szolgál. Amen. Köszönjük szépen, Ábel atya! A következő köszöntőt Sesztárk Oszkár, a közgyűlés elnöke mondja el önöknek. Köszönöm szépen, tisztelt Érsek atya, Püstök atya, kormányzó atya, tisztelt egybegyűltek, tisztelt közösség. Köszönöm szépen, hogy megvártak. Rúg volt a programom, és láttam, hogy mindenki itt volt már. Külön köszönöm, hogy én is szólatok ebből az ünnepi alkalomból, és a megkérés, a felkérés, hogy szólatok, hiszen valóban ez egy nagyon jelentős és érdekes és fontos kiállítás, amit én is most látok először. Ez a kiállítás arról tanúskodik, hogy az a egyházi rész, hogyha a magyarságról beszélünk, az a nemzetrész, amely különösképpen üldöztetésnek volt kitéve a 20. század végén, az egyik ordas diktatúrának a nyomán, ennek köszönhetően, hogyan született újjá, hogyan támad föl, talán nem profán ez a hasonlat, húsvét után, Görögkarakus testvéreinknél Kárpátalján pedig, ugye talán vannak közösségek, amelyek most ünnepelték nem régiben a húsvétot. Hogyan támadt fel ez a közösség, hogyan támadt fel Hanvaiból, az üldöztetésről a Kárpátaljai Görögkatolikus Egyház, az ottani közösség, az ottani magyar nemzeti közösség is, az ottani magyar görögkatolikusok. Tanúságtétel ez arról, hogy a vértanúk vére az üldöztetésben szenvedettek szenvedése nem volt hiába való,
És hát különbséggel ugye tudjuk, hogy Bértomi püspököt is adott ez az egyház megye az Eternus egyháznak és a magyarságnak. További cselekvésre ösztönözte bennünket persze ez a újjászületés, hogy ne csak anyagi értelemben, erről szoktunk különösképpen mi politikusok, választók is, hogy hát mikor élünk jobban, mikor lesz nagyobb a kolbász, ahogy Püspök atya célzott rá, mikor lesz olcsóbb, hanem szellemi, lelki, kulturális értelemben is visszataláljuk oda, ahonnan az őseiken indultak. Én is görögkatolikus vagyok, ilyen néven nem is nagyon lehet így más. Tehát nekem is vannak olyan élményeim, és remélhetőleg nem csak nekem, hanem a gyermekeimnek, unokáimnak is, amelyek azt a kulturális közösséget, azt a hitvéri közösséget jelenti, amelyet számunkra, sokunk számára a görögkatolikusság jelent, különösségben itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és hát Kárpátalján, amelyhez annyi számos történelmi, kulturális örökség és kötelék köt bennünket. Igyekszünk persze a magunk helyzetében, állapotbeli kötelességében is a kárpátaljaiakkal, az ottani hivatalosságokkal is a kapcsolatot ápolni, elmélyíteni. Nemrégiben hoztunk létre egy Tisza európai területi társulást, amelyhez sok reménységet fűzünk. Tehát ezek minden emberi gondolások és minden emberi cselekvések. Persze ez alól semmi sem ment fel bennünket, hogy ezeket cselekedjük. Ugyanakkor viszont nagyon fontos az a tágabb horizont, amit ez a kiállítás jelenthet, azt gondolom mindannyiunk számára, különösképpen hívő közösségünk számára. Polgármester úrnak pedig gratulálok, az, hát talán mondhatjuk, hiszen ez egyházi épület, de azt gondolom, hogy valamennyi Mária Pócsi lesz. Ez az épülethez is, ez olyan nulladik diatos kifejezés, a nulladik rendezvény ennek a háznak, hiszen hivatalosan még nem lett átadva. Reméljük, hogy számos ilyen alkalommal ülhetünk itt közösen Mária Pócsiakkal együtt ennek a épületnek. És hát annak, hogy a Mária Pócs persze nem ennek köszönheti a városi rangját, hiszen II. János Pál pápa látogatásában az itteni közösségnek, az itteni csodának, de hát küllemében is egy kisvárosi képet ölti már, egy valódi főtér kezd kialakulni a görögkatolikus egyháznak köszönhetően is. És hát persze mi is Európai Uniós programokból, határmenti együttműködési programokból igyekszünk ezt hozzátenni a jövőben is. Van még számos tennivalónk. Római katolikus testvéreinknek ugye a Árpád-kori templomot kell bemutatnunk egy értékében, és hát számos más, azt gondolom, közeljövőben is hasonló eredményeknek örülhetünk, de a legfontosabb itt, különösképpen Mária Pócson nemzetéke helyünkön a lelki, szellemi, hitbéli megújulás. Köszönöm szépen, fiam! Köszönjük szépen, elnök úr! A kiállítás megnyitó beszédének elmondására megkérem dr. Sesszák István főhelynök atyát. Tisztelendő metropolita atya, Excellenza Milán, kormányzó atya, elnök úr, számos mély tartalommal bíró köszöntő után nem is olyan könnyű egy kiállítás megnyitójának beszédét elmondani. Pláne úgy, hogy én abban a szerencsés helyzetben érezhetem magam, hogy ezt a kiállítást szinte végig kísértem az előző állomás helyeiken, de talán higgyék el, hogy ez a kíséret jelenti mindazt, hogy azt a néhány gondolatot, amit el szeretnék mondani, ezt teljes egészében így érzem, és úgy gondolom, hogy hiteles tanúja vagyok ennek a kiállításnak és ennek a kiállítás történetének is, amiért tényleg hálát kell mondanunk elsősorban Marosi István atyának, hogy ezt megmutatja nekünk ő is. Egy vándor kiállítás megnyitóján vagyunk, amely bejárja az egész Kárpát-medencét. Talán már ez is egy furcsa érzés, hogy egy olyan kiállítás, amely számos helyen szinte érkezik hozzánk. Nem kell elmenni
hogy találkozunk ezzel a kiállítással. Ez a kiállítás az Isten világához hasonlóan folyamatosan jön. Ez a kiállítás, ami talán a magyar nyelv sajátos lehetősége, egy kiállásnak is érezhetünk. És egy olyan kiállás, amely, ahogy már a köszöntőkben hallottunk, egy nagyon világos beszéd a múltról, de mégsem csak a múltról szól. Tanúságot tesz. Ez a kiállítás egészen egyértelműen üzenni akar. A múltról beszél, a jelennek szól, de a jövőnek üzen. A múltról beszél mindenek előtt. És ha a múltról beszél, akkor eszembe jut a krisztusi boldogság mondások talán legmegrázóbb verse és tanítása: boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért. Az igazság melletti kiállás, még ha szenvedéssel és üldözéssel is jár, üldöztetéssel is jár, az ember életében nem csak boldogság lehet, hanem talán érdemes belegondolni, az ember élet boldogságának a forrása is, hogyha kiállhat az igazság mellett. A Krisztus igazság mellett kiállni a hívő ember útja, mindig és minden körülmény között. Ez a kiállítás a jelennek szól, azaz egész egyértelműen nekünk és hozzánk szól. Érkezik, de meg akar minket találni. Nekünk szól, hogy többet tudjunk. Jobban ismerjük meg a közvetlen környezetünket, a közvetlen múltunkat, hogy talán jobban értékeljük mindazt, amiben vagyunk, és jobban értékeljük mindazt, amik vagyunk. Azt hiszem, hogy olyan világban élünk, ahol gyakran elfelejtkezünk a ma értelméről. Gyakran elfelejtkezünk a ma szerepéről. Legyen ez a kiállítás, ez a bátor kiállás a mának szóló tanúságtétel. Tudjunk, látva elődeink küzdelmét, ma még inkább elégedettek, hálásak és elfogadóak lenni. Talán ezért érkezett ide ez a kiállítás, hozzánk és nekünk. És harmadsorban ez a kiállítás, ez a kiállás a jövőnek akar üzenni. És talán, ha megengedik, úgy érzem, hogy ez a legfontosabb. Hogy tudjon ez a kiállítás, ez a bátor kiállás üzenni a jövőnek. Krisztus igazságáról szóló tanúságtétel, melyet megküzdöttek elődeink, azért, hogy nekünk jobb legyen. Igazi tanúságtétel szeretne lenni nem csak nekünk, hanem utódaink, gyermekeink a jövő számára. És talán az sem elhanyagolható, hogy ez a kiállítás, ez a bátor kiállás most a jövőnek éppen innen Mária Kócsról akar üzenni. Minden Kárpát-medencei embernek azt üzeni, hogy az erős hit, a megtartó hagyomány, az alázattal meg is átélt bátorság az, ami képes a jövőt építeni. Ezzel a hittel, ezzel az erős hittel adunk most hálát a kárpátaljai görögkatolikusságért, a kárpátaljai magyarságért, és adunk hálát mindannyiunkért. És ezzel a hálaadással úgymond szeretném megnyitni ezt a kiállítást azért, hogy a kiállítás végezze be célját, beszéljen a múltról, szóljon a jelennek hozzánk, de mindenek előtt üzenjen a jövőnek. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszönjük szépen, atyának! Most pedig megkérem Marosi István atyát, hogy a kiállítás anyagát mutassa be nekünk is, Natasha. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Isek atya, püspök atya, kormányzó atya, elnök úr, kedves vendégeim! Ebben az évben ünnepeljük dr. Ordutai Elemér születésének a 100. évfordulóját, és az általunk ugye Elemér bácsiként tisztelt görögkatolikus papnak az életrajzi kötete azzal kezdődik, hogy arról tesz tanúságot, azt fejezi ki, hogy az életét két részre tudná osztani, az egyik a kezdés, a másik pedig az újrakezdés. Az újrakezdésre az 1989-90 környéki eseményeként tekint, és gyakorlatilag az a kiállítás, aminek az idők folyamán a 25 éve szabadon jelző címet adtuk, ennek az újrakezdésnek a jelképe, és ennek az újrakezdésnek a kifejeződése. Elemér bácsi szavainak, a gondolatainak a kifejezésével köszönjük meg azt, hogy itt lehetünk Mária Kócson, és egy másik hozzá kapcsolódó gondolat, hogy görögkatolikus papként, Munkácsi Egyházmegye és görögkatolikus papként ő volt az első, aki a Mária Kócsi Szűzanya kegytemplomában az első prédikációt elmondhatta, akkor, amikor már legálisan jöhettek és legálisan tartották a kapcsolatot a Magyarországi Egyházzal. Külön köszöntöm egyháztanács tagjainkat. Egy kicsit úgy igyekeztünk szervezni ezt a mai alkalmat, hogy itt legyenek velünk, velünk együtt ünnepeljenek, és egyháztanács tagjaink, akik nagyon-nagyon sokszor fontos szerepet töltenek be az életünkben, az egyházunk életében, egy kicsit érezzék annak a kifejeződését is, hogy nem csak ezt az elmúlt 25 évet, hanem a jövőt is velük együtt éljük, és hát velük együtt haladunk, és pap és nem pap így alkotja az egyházat, és mindaz a tanúságtétel, amelyről tanúságot szeretnénk tenni itt ezzel a kiállítással, az tulajdonképpen nem csak egy papi privilégium volt, hanem a hívek is nagyon gyakran átélték mindazt a szenvedést és üldözést, amely bár lehet, hogy más formában, de az ő életükben is megjelent, és éppen ezért a helytállás és a kiállás az egyháznak az egységében papoknak és hívőknek együtt kell, hogy megvalósuljon. A 25 éve szabadon gondolatban az is benne foglaltatik, hogy volt egy olyan időszak, amelyben az Isten hitnek a megélése az folyamatosan megtörtént, de az egy nem szabad időszak volt. Ugye mindig ide szoktam idézni Puskás Laci bácsinak a gondolatát, hogy az egyház az nem szűnt meg, hanem illegalitásba lett kényszerítve, Krisztus egyház az folyamatosan él. És ennek a nem szabad időszaknak vannak gyakorlatilag olyan gyöngyszemei, amelyeket megpróbáltunk kiállítani, megjeleníteni ezen a kiállításon, amelyek megpróbálnak bennünket üzenni, de egyben úgy is tekintünk rájuk, hogy ezek mint egy forrásai a jelenlegi hitünknek és a jelenlegi egyházi életünknek. Két gondolatot szeretnék összefoglalni ebben a 25 éve szabadon gondolatkörben, hogy szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat, de az évtizedek folyamán azt is kell tudatosítani az embernek, hogy ez a lelki szabadság, ez gyakorlatilag tanúságtételekre épül. A papoknak a tanúságtételeire és a papcsaládok tanúságtételeire. Nagyon lényeges ez a gondolat, hiszen egyes számítások szerint abban a 128 elítélt papnak a családjában 360 körüli gyermek élt abban a pillanatban, amikor a papjainkat lágerbe vitték, vagy megfosztották a papi hivatás gyakorlásától. Tehát ennyi családot, ennyi gyermeket érintett már abban a pillanatban, és hozzá lehet képzelni azokat az időszakokat és mindazokat az üldöztetéseket, amelyeket
az utána következő évtizedekben, mint egy osztályidegenként, mint egy faggyerekként kellett elviselniük. De gondolnunk kell azokra a hívőkre is, és ez egy nagyon fontos gondolat, akik gyakorlatilag vállalták a hitüket, ezzel kizárták magukat, gyakorlatilag valamilyen, tehát minden karriernek a gyakorlásából, vagy pedig, hogyha kifelé megtagadták a hitüket, kifelé ugye ateistaként, pártaként mutatkoztak, akkor pedig olyan lelki szenvedéseket, gyötrelmeket éltek át, mert végül is a lelkiismeretük a hitük elől nem tudtak elzárkózni. Tehát mind a papság, mind pedig a hívek tanúságtételét szeretnénk érzékeltetni a kiállításunkkal. Legelső alkalommal a Beregszászi Főiskolán mutattuk be így ebben a formában ezt az anyagot, és akkor a Gyökerek és Ágak címet adtuk neki. Később alakult ki, hogy a 25 éve szabadon címmel járja az országot, Magyarországot ez a kiállítás. A Gyökerek és Ágak az tulajdonképpen egy élő fára asszociál bennünk, és a törzs, mint Krisztus az egyértelmű, a gyökereink, amelyek összekapcsolják a Kárpát-medencében élő görögkatolikusokat, és az ágak az, amely tulajdonképpen a fának az életét bemutatják, amelyik fa elkezd elszáradni, az ugye már halottá válik, hiába van látszólag gyökere vagy törzse, az a fa, amelyik él, amelyiknek lombja van, az egy élő fa, mindannyiunknak a szeme előtt. A kiállítás konkrét anyagában egyfajta kronológiát próbáltunk bemutatni. A bejárati ajtóhoz szándékosan tettük oda azt a kerítést, amely azt szeretné bemutatni, érzékeltetni, egy kicsit megdöbbenteni és el is zárni a teret mindannyiunk számára, hogy valamilyen módon ugye korlátok, kerítés közé volt szorítva az egyház, mint jogi értelemben, mint pedig ugye azok a fogolytáborok, ahol a papjaink vagy egyes híveink el voltak ítélve. De mutatja egy kicsit azt is, hogy nem csak a görögkatolikus egyháznak a jelképeként a hármas keresztet, hanem a többi egyház és felekezetnek a jelképét is oda tettük, mert az Isten hitet tulajdonképpen úgy özben szerették volna korlátozni. Ahogy bejövünk a terembe, egy kis fekete szobaként, vagy vallató szobaként érzékeltettük azt a helyet, ahol a papjaink kerítése, a rájuk vonatkozó ítéletek megszülettek, illetve a Szovjetuniónak azt a térképét, amelyen feltüntettük azokat a helyeket, ahol görögkatolikus papok raboskodtak. Az azt követő hat tablón azt igyekeztünk bemutatni, amely a leginformatívabb része ennek a kiállításnak, hogy kronológiai sorrendben hogyan fejlődött, hogyan alakult az egyházmegyénk, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye, tehát az 1945-49 közötti időszakot rögzítettük, az újjá életésnek az időszakát, tehát az 1989-es időszakot, és akkor, amikor 25 éves évfordulóját ünnepeltük, tehát a 2014-es egyházmegyei adatokat mutattuk meg ezeken a taglókon. Ezekhez társul még 47-hez Rozsa Tódor püspöknek és a többi birtokoknak az életrajzi, apró életrajzi adata. Aztán, ahogy végig haladunk majd a termen, egy sátorhoz hasonlító kis teret rendeztünk be, ugyanis a legalizációnak az időszakában nagyon gyakori volt az, hogy valamilyen szabadtéri helyen, temetőben vagy más helyen, sátrakban végezték a szertartást a görögkatolikus egyháznak a közösségei. Még 1900
99-ben, amikor Királyházán gyakorlaton voltam, akkor az egyik filiában, még az ottani atyával ugyanilyen sátorban végeztük, ez 1999 volt, ugyanilyen sátorban végeztük a szertartásokat vasárnapról vasárnapra, ünnepnapról ünnepnapra. Tehát ez a sátorszerű kis építmény ezt próbálja számunkra bemutatni. Azokkal az akkor összehordott egyszerű keresztekkel és más liturgikus eszközökkel, amelyek hozzákapcsolódtak, de egyben azokat a fényképeket is elhelyeztük, amelyek megmaradtak és amelyek tanúskodnak erről az időszakról. Aztán, ahogy a teremnek a nagyobb részét, mint egy próbáltuk kibontani ezt a kronológiai gondolatot, és a teremnek a központi része azok a papi tablók, amelyeket ugye a szöges dróttal vettünk körül, és amelyek az egyházi életet akarják bemutatni számunkra. A két polcon, amelyet középen elhelyeztünk, azokat a könyveket gyűjtöttük össze, amelyek az egyház községeinkben még a liturgikus életnek, a magyar liturgikus életnek a jelképei és az igazi mutatói. Abban az időszakban, amikor már nem tudta hozzájutni liturgikus könyvekhez, akkor a kántorok vagy a hívek kézzel másolták át a szövegeket. Van olyan könyvünk kiállítva, amely teljes egészében a kezdettől a végéig kézzel van átmásolva, kézzel írt alá valamelyik kántor, vagy ha egy-egy lap eltűnt a könyvből, akkor ezt kézzel tudták, kézírással tudták csak pótolni. Van egy kuriózum is kiállítva. Kira Sándor püspök, aki amikor utoljára járt Kárpátalján, akkor itt felejtette a dogmatika könyvét, nem tudta, hogy nem fog már többször visszatérni Kárpátaljára. Itt maradt egy munkácsi családnál, és pár évvel ezelőtt ajándékozták számomra ezt a könyvet, Kira Sándor püspök atyának a dogmatika könyvét, ezt is kiállítottuk, mint egy a múlt tanuljaként. Aztán ha még tovább haladunk, akkor két vitrénre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik a hozzánk közelebb álló és néhány papnak a tábori és az illegalitásban használt kejhét mutatja be számunkra. Itt köszönjük meg azoknak a papcsaládoknak, akik ezen a hosszú kiállítás sorozaton rendelkezésünkre bocsátották ezeket az igen értékes családi eregéket. Tehát Ortutai Jellemér atyának, Bendász István atyának, Rizinkó János atyának a kejheit, Pohil László atyának a kejheit, kejhelykészletét mutatjuk be ezen a vitrínben. És van egy másik, amelyik pedig Bendász István hagyatéki iratait és emlékeit tartalmazza. Ugye erről nagyon sokat hallunk, talán egy egészen különálló kiállítás is lehetne István atyának az anyaga, mert ő volt az, aki elkezdte összegyűjteni a papi életrajzokat, amiből később a magyarországi gondi is ismert helytállás és tanúságtétel kötet keletkezett. Ennek a helytállás és tanúságtétel kötetnek az alapjait, az alapvető sejtjeit is kiállítottuk ebben a vitrínben, illetve azt a képet, azokat a ceruza rajzokat, amelyek István atyát közvetlenül a lágerből való hazatérése után bemutatták. Vagy ugye ceruza rajzok megjelenítették számukra. Három papírruhát állítottunk még ki, három különböző gondolatot próbál magában megmutatni ez a három papírruha. A legszélső, vagy a terem túlsó végében lévő papírruha még a 19.-20. század fordulóján keletkezett, végigélte az egész 20. századot,
végigélte és használta folyamatosan az egyházközséget, attól függetlenül, hogy az éppen a görögkatolikus egyház, vagy éppen a pravoszláv egyház kötelékében tartozott, az az egyházközség és az 1990-es évek elején Fisza Ólyankó Rizinkó János bácsi még használta, ebben végezte a szertartásokat. A titkos életnek a jelképeként Szabó Konstantin püspökatyának a liturgikus öltözetét is kiállítottuk, aki ebben végezte a szertartásokat abban az időszakban, és egy másik olyan ruhát állítottunk mi ki, amely a helyi zsargonban kárpátalján azt mondják, hogy pravoszlávból átalakított ruha. Ez azt jelentette, hogy azt a ruha stílus, ruhafajtát, liturgikus öltözéket, amelyet használtak az azelőtti időszakban, ezt a hívek átszabták, hogy a görögkatolikus szertartás, vagy gyakorlatunkban lévő liturgikus ruhára nem egészen hasonlított, de mégis átszabták, hogy ez görögkatolikussá váljon. Tehát ezek számunkra valamilyen szintű jelképet hordoznak magukban. Befejezésként pedig a terem másik oldalán lévő egyházközségi fényképeket szeretném még felhívni a figyelmet. 45 egyházközség, 45 templomnak a képe és rövid története, és ez a 45 templom az, ahol vasárnapról vasárnapra, ünnepnapról ünnepnapra magyarul végezzük a szertartásokat. Hát valamilyen szinten, hogyha a fának a lombjáról beszélünk, és arról a 442 közösségről, amelyet a püspökatya mondott, abban ott van az a 45 közösség, ahol magyarul imádkozunk az Istenhez. Ugye Julián naptár szerint most lesz a Tamás vasárnap holnap, és gyakorlatilag ezzel szeretném, ezzel a gondolattal, Tamás vasárnapnak a gondolatával, vagy Tamáshoz kapcsolódó gondolattal szeretném befejezni, hogy Krisztus megjelent az apostolok előtt, akkor megmutatta a sebeit, és hát így bizonyította, hogy testileg is föltámad. Sokszor, amikor éljük az életünket, ugye egyházon belül, egyháztanácsokkal együtt, vagy püspökúrral, esperesúrral együtt, akkor nagyon sok sebeket ejtünk néha önmagunkon is, vagy egymáson, és nagyon sok sebbe szoktuk felhívni a figyelmünket, de Krisztusnak lényegében nem az volt, a föltámadása nem az volt a lényege, hogy a sebeit pusztán mutogassa, hanem az, hogy él. És gyakorlatilag ez kell, hogy mindenkinek számára erőt merítsen, és gyakorlatilag ez a kiállítás is erről szeretne tanúságot tenni, hogy élünk, és hát az Istentől kapott életet szeretnénk meghálálni, és szeretnénk, és úgy kellene, úgy igyekszünk élni, hogy ezzel nemzetünk és egyházunk javára legyünk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen atyának, most pedig a szép gondolatok során Kapin István Fettyhe igazgató atya zárja. Excellenciás és főtisztendő atyák, elnök úr, nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében ezeket a személyes és mély gondolatokat. Külön szeretettel köszöntöm a Kárpátaljáról érkezett paptestvéreket és kedves híveket, polgármestereket, képviselőket, és remélem, metropolitája nem veszi pedálozásnak, de nagy szeretettel köszöntöm a Szegedről érkezett közel 30 zarándokot, akik szintén itt vannak velünk. Én úgy ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a kiállítást, hogy ne úgy, mint egy kiállítást, hanem egy imádságos, emlékező szeretettel tessenek végignézni. És én azt hiszem, ahogy utaltak itt többen a felszólalók közül a jövőre, ha ezek az atyák, ezek a családok nem hoztak volna ilyen hősies áldozatot, akkor mi nem állhatnánk itt ebben a családvárban. És itt szeretnék a Jóisten ajándékára, a jövő szépségére rátérni. Szeretettel jelentem be, itt az elmúlt napokban az előjáró atyákkal sikerült egyeztetni az időpontot, hogy ezen év, tehát nem jövő év, július 12-én vasárnap a 10 órakor kezdődő szent liturgia
liturgiát követően fogjuk a családvárat megszentelni és átadni hivatalosan is, és egyúttal szeretettel hívunk mindenkit, vagy egy írásos meghívó is, akiket várunk, és természetesen minden kedves testvérünket a Magyarország, tehát Kárpátaljáról és látom vannak Szatmári részről is, egész Kárpát-medencét fogunk hívni a szép ünnepségre. Most pedig a leghálásabb dolgot szeretném még a végén a érsek atya kezdő záró imádsága előtt mondani. A kiállítás megtekintése után szeretettel várunk mindenkit az Emmanuel házunkba egy fogadásra, baráti együttlétre, beszélgetésre. Majd ott egy közel negyed óra múlva találkozunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak, föltámadt Krisztusnak. Thank you.